Landplan Hotel, jövet menet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Sárga-kék együttesek néztek farkas szemet a 20. fordulóban. Aquitár FC Csákvár, Gyirmót FC Győr mérkőzést rendeztek a labdarúgó MB2-ben. A meccs pikantériájához tartozott, hogy a táblázat 19. helyén tanyázó hazaiaknak a kiesés elleni harcban minden pontra égetően szüksége volt, valamint másodosztályú történelme során még soha nem sikerült legyőzni a Gyirmót együttesét. A kékmezben pályára lépő vendégek az 5. helyről várták a találkozót, céljuk a győzelem volt, amely hozzásegítené a csapatot, hogy továbbra is az élbolyban helyezkedjenek el. Jobban kezdtek a sárgamezes hazaiak. A 12. percben Kocsis indította Baracskait a jobb összekötő helyén. A hazaiak csapatkapitánya elől széles, becsúszva mentett bedobásra. 5 perccel később aztán már egy helyzet is kialakult. Nándori remek labdával ugratta ki a bal oldalon meglóduló Lászlót, aki az alapvonalról pontosan lőtt, majd Daru óriási helyzetben a jobb kapufa mellé helyezett. Maradt a gól nélküli állás. A 20. percben Kocsis hívta fel magára a figyelmet, a 16-os jobb sarkáról a hosszú felső mellé tekert. 10 perccel a félidő vége előtt Madarász indította a védőjét lefutó Baracskait, ám Rusák kiváló ütemben lépett ki kapujából és felszedte a labdát. Aztán jöttek a vendégek, a 41. percben Heffler tört be a 16-oson belülre, ütközött a védőjével, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Nagy Róbert szerint ugyanis szabálytalanság történt. A büntetőt maga sértett vágta a léc alá. Heffler Norbert megszerezte a vezetést a csapatnak, ez már az 5. gólja az idei kiírásban. A második félidő egy vendéghelyzettel kezdődött. Vas Ádám ugratta ki a felező vonaltól rajtoló Szatmárit, aki 15 méterről megcélozta a balalsót, azonban Markek vetődve hárított. Az 57. percben egy újabb hazai lehetőséget jegyezhettünk fel, Major emelt vissza jobbról, a labda irányt változtatott Hajdú testén, a játékszer éppen az érkező Madarász elé pattant, akit Vas lökött fel hátulról, ez is 11-es. Madarász Márk, aki korábban a Gyirmót játékosa is volt, egalizálta az eredményt az 57. percben. Nem sokkal később Kocsis Madarász Major volt a labda útja, a szélső az alapvonalról aztán pontosan gurított vissza. A hazaiak gólszerzője azonban nagy helyzetben nem találta el a bal alsó sarkot. 13 perccel a vége előtt Nagy Patrik sarokrúgása után Hudák 7 méterről a hosszú sarok mellé bólintott. A 89. percben Albert remekül lépett be a játékba. A felező vonattól ugratta ki a meginduló Madarászt, aki betört a 16-oson belülre, csinált egy cselt befelé, majd jobban kilőtte a rövid alsót. Ezzel a góllal Madarász beállította a végeredményt. Csákvár Gyirmót 2-1. A hazaiak a 19. helyen állnak a tabellán, a Gyirmót továbbra is az 5. a bajnokságban, az őszt hazai pályán zárják Csertői Aurélék, a Szent Lőrinc csapatát fogadják december 13-án. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.